9. alkalommal szervezték meg idén a háromszéki huszár toborzót. Székelyföld legjelentősebb katonai hagyományőrző és lovas rendezvényén mintegy 80 székelyföldi és magyarországi hagyományőrző lovas huszár és gyalogos vonult végig Orbaiszék 7 településén. Az idei rendezvényt a Gábor Áron emlékév jegyében szervezte a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület és Kovászna megye tanácsa. Régy, Bita, Nagyborosnyó, Cófalva, Pákét, Csomagkőrös és Kovászna útvonalon toboroztak idén a székelyföldi huszárok és az alai hagyományőrzők. Közel 70 kilométert tettek meg, és azt a kort elevenítették fel, amikor 1848-ban Bem és Kossuth hívó szavára ezrek álltak be a legendás alakulatokba. Kérek engedélyt a toborzó végrehajtására! Az idén a huszártoborzás kiemelkedően fontos számunkra, hiszen 170 évvel ezelőtt zajlottak 48-49-es forradalom háromszéki csatái. Kiemelten foglalkozunk Gábor Áron emlékével, és legújabban pedig a nyergestetői csatával, hiszen 3 nap múlva lesz pontosan a 170. évfordulója. Hagyományosan a toborzásnak két módja létezik. Az egyik a kérdezés nélküli elhurcolás, a másik a kedvcsinálással történő rekrutálás. Ez utóbbit választották a hagyományőrzők. A toborzás éppen úgy zajlott, mint Hajdanán. Minden településen elhangzott a korabeli toborzó szöveg is, amely Kossuth Lajos nevéhez fűződik. A mi küzdelmünk az ma már nem fegyverekkel zajlik, hanem a kultúráit való küzdelemben nyilvánul meg a fiatalság oktatásában. És hát azt gondoljuk, hogy ha visszaadjuk a székely népnek a gyökereit, akkor egész biztosan lesz jövője is. Nős? Igen. Gyere! Van kettő és a harmadik útba. Háromszéken a rendszerváltást követő évben élesztették újra a huszár hagyományokat. A toborzás szokásvilágát bemutató eseményt 9 évvel ezelőtt indították útjára, és ma már egyre nagyobb népszerűségnek örvend.